Az irányjelzés elmulasztása a közhiedelem szerint egy bizonyos autómárka sajátossága, ez azonban korán sem így van. Sokan veszik félváról, hogy az irányjelzést a kressz szerint az irányváltoztatás előtt kellő időben kell megkezdeni, és annak befejezéséig folyamatosan jól láthatóan kell történnie, körforgalomból kitérve is a kanyarodás az egy veszélyes üzem. Maga a közlekedés is, is veszélyes üzem, de egy kanyarodás irányváltás mindig rejt magában egyéb veszélyeket is, és az irányezés elmulasztása, ez csak fokozza ezt a veszélyhelyzetet. Tehát én úgy gondolom, hogy jogos a három pont, nem a kettő pont ilyen esetben. Műntető pont járhat a jobbra tartási kötelezettség megsértéséért, vagy relatív sebesség túllépésért, vagyis a nem megfelelő sebesség alkalmazásáért de a záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladásért már két pont jár. Cserbenhagyásért és itt a állapotban történő járművezetésért viszont 11 pontot kap az autós. Ezeket a büntető pontokat 18 hónapig lehet gyűjteni, utána 6 hónapra bevonják a jogosítványt és utánképzést kell elvégezni azonban lehetőség van 12 pontig 9 ponttal csökkenteni egy önkéntes utánképzés során a pontjainkat. 13 és 17 pont között bár csak 6 ponttal engedik csökkenteni a pontok számát. Tudni kell, hogy ezek a pontok egyébként elévülnek az elévülési idővel, tehát nem végtelenségig lesznek ott a bizonyítványunkban vagy az ellenőrzőnkben. Ez az elévülési idő maximum három év lehet. Ez azt jelenti, hogy ha eltelik ez az idő, a járművezető visszakapja azokat a pontokat, amiket három évvel korábban levontak a jogosítványban szereplő pontrendszer alapján. Az aktuális pontokról tájékoztatás lehet kérni akár elektronikus formában is a nyilvántartótól. A büntető pontokat a belügyminisztérium közlekedési igazgatási és nyilvántartási főosztály közlekedési igazgatási osztálya tartja számon, hozzájuk kell a kérelmet benyújtani.